15 évvel ezelőtt először osztották ki a színházi munkát méltató aranykecske díjakat. A Kecskeméti Színház barátai által alapított elismeréseket több mint 8000 szavazat alapján adták át. A Teltház előtt rendezett gálán az életműdíjat Fekete Tibor vehette át. A színház falain kívül kora este vette kezdetét a rendhagyó előadás. Az első aranykecske díjátadó gála ceremóniájának ugyanis része volt a jelöltek, illetve a díszvendégek ünnepélyes érkezése. A műsor első perceiben a házigazda, színi direktor Bodolai Géza üdvözölte az alkalmat, majd az ötletadó Szejcz Péter jelentette be, hogy a szavazás rendben zajlott, így a díjkiosztó megkezdődhet. A közönség mintegy 8000 szavazata alapján 10 kategóriában vehették át az aranykecskét, az arra érdemesek. A jelölteket nevük ismertetését követően minden esetben egy-egy műsorszám köszöntötte a Teátrum művészeinek előadásában. A 2004-2005-ös évad legjobb díszletének tervezője Mira János lett. A legkiválóbb jelmeztervező János Kuti Márta. A társulat titkos szavazata alapján a díjra leginkább érdemes háttérmunkás a művészeti főtitkár Simon Ibolya lett. Az évad legsikeresebb stúdiószínházi előadásának a Dög bizonyult, míg a legjobb nagyszínházi produkciónak a Cirkusz hercegnő. Kiváló epizód alakításáért Szokolai Péter vette át az első aranykecskét. Bodolai Gézának, mint az évad legjobb rendezőjének, Danyi Juditnak, mint a legkiválóbb színésznőnek, Makranci Zalánnak, mint a legkiválóbb színésznek szólt ezúttal a Vastaps. A szűnni nem akaró ünneplés pedig a színháziak titkos szavazata szerint azt a művészt illette meg, aki pályája jelentős részét a Kecskeméti Teátrumban töltötte, s aki teljesítményével kivívta a közönség, de a társulat nagyra becsülését is. Ő Fekete Tibor.